A paksi kajakos Pup Noémi számára kiválóan sikerült a 2024-es Párizsi olimpia, hiszen két bronzérmet is szerzett. Az elsőt a kajak négyesek 500 méteres versenyében Gazsó Alida Dórával, Csipes Tamarával és Folycsárával, a másodikat pedig párosban szintén Folycsárával. Az olimpikon már hazatért, Pakson kérdeztük elért eredményeiről. Előzetesen ezt nem nagyon vártuk. Egy éremben bíztunk, illetve egy párosban úgy voltunk vele, hogyha a döntőbe fogunk tudni jutni, ott bármi megtörténhet. Az, hogy ez bronz érem sikerült ott is begyűjteni, az tényleg egy nagyon extra dolog szerintem. A kajakettesek versenye egészen elképesztő izgalmakat hozott, ugyanis Noémi és Folycsára holt versenyben lettek harmadikak a német duóval együtt. Tehát egy nagyon hosszú várakozás előzte meg ezt a végleges eredményhirdetést. Ugye, ha jól tudom, ilyen 5-6 perc telt el a célba érkezéstől és a végső eredmény hirdetésig. Nagyon nehéz volt, mert tehát az a tudat, hogy jó pályát jöttünk, jó helyen vagyunk, és tényleg mindannyian azt éreztük, hogy ez meg lehet. Majd végül azt írják ki, hogy negyedikek lettünk, akkor az ott hirtelen egy csalódás volt. Aztán érkezett a jó hír, Noémiék mégis dobogóra állhatnak. Az is egy nagyon jó dolog, hogy a másik két magyar lány is nagyon örült nekünk, illetve a megosztott harmadik helyes németek is nagyon, nagyon boldogok attól, hogy együtt állhatunk fel a dobogóra. A paksi kajakos most próbál a pihenésre fókuszálni. Nagyon sok elfoglaltság adódik, ugye szerencsére az eredményességből adódóan, de ennek próbálunk eleget tenni, és most már tényleg szeretnék egy kicsit pihenni. Pup Noémivel ismerős című műsorunkban hosszabban is beszélgettünk. Az erről készült adásunkat augusztus 18-án vasárnap 21:30 perckor tekinthetik meg a Tolnatáj televízióban.